tisztelt és szeretett honfitársaim! Öröm végignézni a soraitokon, öröm látni azt, hogy nem féltek. Öröm látni azt, hogy bár a hatalom minden létező módszerrel megpróbál elhallgatni, betiltani minket, de még mindig él a magyar ellenállás. Ahogy az előbb Dúró Dóra már megemlítette, szeretném, hogyha alaposan végig gondolnátok azt, hogy hogyan lehetséges, hogy összejöttünk itt sok százan, méghozzá nem is akárhol vagyunk, hiszen ide azért ritkán sikerül valakinek eljönni vagy betörni, hiszen itt van Orbán Viktor miniszterelnök hivatala, itt van egészen konkrétan az irodája, itt van az ablaka, és itt kell elmondanunk azt, hogy minket nem lehet átverni, nem lehet elnyomni, és nem lehet arra kényszeríteni minket, hogy beoltsanak, mint valamiféle vágóhídra terelendő állatokat. Azért az elgondolkodtató, márpedig akik ma ide eljöttek, önök, ti vagytok azok, akik biztosan gondolkodnak. Az elgondolkodható, hogy amikor elfogok, mondjuk a munkatársaimmal elfogunk egészen pontosan 3 illegális határsértőt Ásotthalmon a tanyám mellett, akkor ott van legalább 1 tévékamera. Akkor eljön a közszolgálati tévé. Arról hírt adnak. Itt egy ennyire fontos ügy kapcsán egyetlen egy televízió kameráját nem látjuk, egyetlen egy fősodratú médium munkatársát nem látjuk. Ezek a kamerák, ezek mind hozzánk tartoznak, a mi hazánkhoz. Mi lehet az oka annak, kedves magyar testvéreim, mi lehet az oka annak, hiszen gondolkodó magyarok vagytok, mi lehet az oka annak, hogy az a 3 migráns, akit elfogunk, és ígérem, ahogy eddig, ezután is megvédjük a határt, ha rajta múlik, egyetlen egy migráns nem fog átjutni a magyar-szerb határon. De ki kell azt is mondanunk, hogy a migrációtól jelenleg nem az Orbán kormány védi meg Magyarországot. Ugyanis akit mi elfogunk, azt vissza kell kísérnünk a szerb oldalra, és néhány óra múlva újra el kell fognunk. Ez egy szemfényvesztés. Jelenleg a kormány nem védi meg Magyarországot, még a migrációtól sem. A migrációtól Magyarországot az alacsony béreink, fizetéseink védik meg. És még így is vannak, akár Romániából, Ukrajnából és máshonnan vendégmunkások Magyarországon. De az, ami miatt ma itt összejöttünk, az úgynevezett koronavírus őrület, és most már oltás őrület is, az viszont mindenkit érint. Mindenkit érint Magyarországon. Pártállástól, nemtől, vallástól, mindentől függetlenül mindenkit érint. És erre a megmozdulásra, amelyre minden elhallgatás cenzúra ellenére önök ti ilyen sokan összejöttetek, egyetlen egy fősodatú médium nem jött el. Mi lehet ennek az oka? Mi lehet az oka annak, hogy amikor Törökszent Miklóson megütköztünk a helyi bűnöző maffiával, etnikai alapon szerveződő bűnöző maffiával, Száva Vincék és többiekkel, akkor ott hemzsegtek az újságírók. Mi lehet az oka annak, hogy most, amikor Orbán Viktor hivatal előtt állunk, egy olyan ügyben, amely megváltoztatja mindannyiunk életét, akkor azt totális elhallgatás és cenzúra övezi. Ezen kell mindenek előtt önöknek, nektek elgondolkodni, bár ha önök, ha ti itt vagytok, akkor nektek már nem kell. Az én kérésem az, az én legfontosabb kérésem és üzenetem az, hogyha ezt megértettétek, már pedig megértettétek, akkor azt is látnotok kell, hogy minden rajtunk múlik. Nem mehetünk innen most úgy majd haza, hogy jól megmutattuk Orbán Viktornak, eljöttünk a hivatal elé. Az ellenállást folytatnunk kell.
És az ellenállást egy olyan erővel szemben kell folytatnunk, amely erővel még sohasem álltunk szemben. Még 2006-ban sem. 2006-ban egy olyan kormánnyal, egy olyan rezsimmel szemben kellett az utcára vonulnunk, amelynek a vezetője az a félidióta, de totálisan őrült Gyurcsány Ferenc, aki éppen ma jelentette be, hogy mindenféle Pfizer, Bill Gates oltás ellenére újra koronavírusos. Hát egészségére. De miféle erő lehet az, amely ilyen totális cenzúrát tud alkalmazni ezzel az egy üggyel kapcsolatban? Miféle erő lehet az, amely egyesíti Gyurcsány Ferencet és Orbán Viktort? Miféle erő lehet az, amely egyesíti a fideszes médiumokat és a balliberális médiumokat is, hogy elhallgassanak minket? Ez az a pillanat, amikor még egy valamit ki kell mondanunk, ha már senki más nem mondja ki. Az a tény, hogy 2019. szeptember 4-én, nagyon fontos dátum, milyen nap van ma? Üzenem azoknak, akik nem értették, hogy miért fontos a mai dátum. 2019. szeptember 4-én Bill Gates az Amerikai Egyesült Államokból a világ egyik leggazdagabb embere észrevesz Seattle városából, a németországi Mainzban egy aprócska céget. Egy olyan céget, amelynek nem igazán voltak bevételei. Nem volt jobban ismert, mint a Kiskun Lacházi vidéke betéti társaság. De Bill Gates észreveszi ezt a németországi céget, ahol a Szegedi Egyetemről oda került Karikó Katalin, agyon dícsért Karikó Katalin dolgozik. És úgy dönt Bill Gates, hogy befektet ebbe a cégbe. Mert ő úgy érzi, hogy valami ott lesz. És a WHO, tehát az Egészségügyi Világszervezet legújabb jelentése szerint 2019. október, legkésőbb novemberében a kínai Wuhanban felbukkan ez a nagyon fura vírus. Hát ha ilyen véletlenek vannak, akkor valami egészen furcsa dolog történik a világban. És azóta azt hallhattuk éjjel-nappal, egymásra licitálva, hol a balliberális oldal pártjaitól, hol a Fidesztől, hogy a vírus azonnal megáll, nyugovóra tér, ahogy például augusztus 20-i tűzijáték van, vagy ha végre az oltásokhoz mindenki hozzájuthat. Aztán az elmúlt hónapokban változtattak a hivatalos narratíván. Most már nem ezt mondják. Most már azt mondják, hogy a vírust ugyan nem állítja meg az oltás, sőt, ugyanannyi vírust ürítenek a beoltottak, mint a beoltatlanok, de nem leszünk tőle betegek. Aztán eltelt néhány hét. Aztán azt mondták, hogy ha be vagyunk oltva, már aki be van, én nem, aki be van oltva, elkapja, ugyanannyi vírus terjeszt, és beteg is lesz, de csak enyhe tünetekkel. Ezt jelentette be most éppen Gyurcsány Ferenc, hogy újra koronavírusos, igaz, hogy beoltották százszor, de enyhe tünetekkel fogja átvészelni. Bármi lesz is Gyurcsány Ferenccel, a hivatalos narratíva, még ha a dublőrét kellene kiállítani, akkor is majd azt mondja, hogy enyhe tünetekkel ugye átvészelt. Aztán eltelik majd 2 hónap, és azt mondják, hogy hát tulajdonképpen semmire nem jó volt, nem volt jó az eddigi oltás, ezért kell ugye a 3., aztán bejelentik, hogy
ez sem fog segíteni rajtunk, tehát jöjjön a negyedik, jöjjön az ötödik, a hatodik, a hetedik, a nyolcadik, és jó hír, hogy közben az Egyesült Államokból újabb vakcinákat dobnak piacra, most már olyan vakcinákat, amelyekből csak 15 oltás kell havonta, és amely oltások kifejlesztéséhez egyébként magzatokat, abortált magzatokat, életeket használnak fel. Ez az irány, ez az oltás diktatúra, ez sátáni. Mint ahogy az a politikai és gazdasági erő is az, amely mögött áll. És itt az ideje, hogy arról beszéljük, hogy mi a cél? Mi a célja ennek az egész őrületnek, amire a második világháború óta nem volt példa? Kijárási tilalom itt utoljára akkor volt. Azok a korlátozások, amelyekben az elmúlt időszakban részünk volt, és amely lehetséges, hogy még folytatódnak, azok olyan óriási károkat okoztak Magyarországnak, a magyar népnek, a magyar nemzetnek, a gyermekeinknek, unokáinknak, amelyhez képest semmilyen vírus, még egy természetes vírus sem tudna, egy pusztító vírus sem tudna akkora károkat okozni. De ez a vírus, ez nem természetes. És azt is ki kell mondani, hogy amikor az Amerikai Egyesült Államok hírszerzésének a vezetője kimondja, hogy minden bizonnyal laboratóriumi, valamilyen mesterséges cuccot dobnak itt be, és ezzel egy időben a kínaiak azt mondják, hogy igen, de az nem Wuhanból, hanem az amerikai laboratóriumból származik, akkor azt látnunk kell, hogy itt valójában nagyhatalmi játszma zajlik. És Magyarország élén jelenleg egy olyan kormányzat áll, amely vagy asszisztál az új világrend kialakításához, vagy egyszerűen csak sodródik az eseményekkel. De alapvetően teljesen mindegy, hogy mi az oka annak, hogy magyar kormány, Orbán kormány azt teszi, amit tesz. A végeredmény a fontos. Az a fontos, hogy azt látjuk, hogy az államadósság szintje a 90-es évek szintjére rugott, pedig akkor volt előtte egy brutális, elsikasztott rendszerváltozás, volt egy brutális rabló privatizáció, brutálisabbnál brutálisabban magyar ellenes kormányok, és egy gigantikus államadósság. És most azt a szintet elértük az elmúlt 2 esztendő alatt. És miközben mindenkinek erről kellene beszélnie, miközben az összes televízióból, az összes médiumból ennek kéne ömlenie, mert ez határozza meg az életünket jelenleg és a következő években is, amikor nem fogjuk érteni, bocsánat, mi igen, akik itt vagyunk, de honfitársaim milliói nem fogják érteni, hogy miért nem tudják megvenni már az alapvető élelmiszereket sem a boltban, akkor el kell nekik mondanotok, nektek, mert más nem fogja megtenni helyettetek. És én is csak addig, ameddig tehetem, és ahol tehetem, utoljára még a YouTube csatornámon, aztán lehet, hogy majd ott is elhallgattatnak, nyilván a harcot persze nem adjuk fel, ahogy a Facebook ellen is most éppen győzelemre állok, ami azért világhír lenne, ha legyőznénk. De amikor nagyon sokan esetleg borulátóan úgy éreznétek, hogy nincs mit tennünk, és legyőztek minket, akkor azt kell mindenkinek megértenie, hogy nem lájkok, nem számok vagyunk. Önök, ti nem valamiféle lájkban mérhető mennyiség vagytok, hanem emberek vagytok, magyarok vagytok, honfitársaim vagytok, ugyanolyan érző, gondolkodó, önállóan tenni képes emberek vagytok, mint én, mint bármelyikünk. És 1000 lájknál sokkal fontosabb az 1000 ember, akit most itt látok.
És... Mondjátok el mindenkinek, hogy a koronavírus története valójában, ahogy az Klaus Schwab, a Világgazdasági Fórum elnöke megfogalmazta, az új világrend kialakításáról szól. Ezt kell minden magyar embernek megértenie. És arra hívjátok még fel minden magyar honfitársunk figyelmét. Hogyan fogott ma itt össze a Fidesz a balliberális oldallal? Hogy mekkora erővel állunk szemben, és mekkora szemfényvesztés zajlik, mekkora hazugság cunami van itt hónapról hónapra Magyarországon is. Ha ezt megértik a magyar honfitársaink tömegei, és már nem ezren leszünk itt, hanem sokkal többen, bármit el tudunk érni. Mondjátok el! Mondjátok el azt is, hogy óriási tragédia, hogyha a szépkorúakat támadja ez a rendszer. De ez a rendszer éppen most vette célba már a gyermekeinket is. És amikor egy kísérleti oltásról beszélünk, amelynek nem tudjuk a hosszú távú hatásait, mellékhatásait sem, akkor arra kell gondolnunk, hogy azokat a gyerekeket, akiket ma beoltanak ezzel a kísérleti vakcinával, miközben egyetlen egy magyar gyermek sem halt bele ebbe a koronavírusba, akkor ha csak egy ezreléknyi esély van arra, hogy esetleg a gyermekeink majd ezért nem vállalhatnak gyermeket, amikor fölnőnek, akkor meggyilkolják a nemzetünket. Akkor hiába küzdünk, hiába harcolunk, hiába megyünk el tüntetni, hiába megyünk el szavazni a választásokon, hiába váltjuk le a jelenlegi kormányzatot, és akadályozzuk meg, hogy ez a baloldali söpredék a helyére jöjjön, ennek a kormánynak, amely ilyen tragédiát hoz most a nemzet nyakára, valójában akkor is vége a nemzetnek, vége Magyarországnak, mert a gyermekeinkről van szó. Nekem három gyönyörű szép kislányom van. A testemen keresztül senkit sem fogok a közelükbe engedni ezzel a vakcinával. Az én kislányaim nincsenek és nem lesznek beoltva. Mert alig várom, hogy gyönyörű szép magyar fiú és persze lány gyermekeket hozzanak majd a világra, mert ez a magyar jövő. És most, amikor elkezdődött az iskola, tömegesen kapjuk azokat az információkat, híreket, hogy összeírás zajlik az iskolákban. Összeírás zajlik. Azokban az iskolákban, amelyeket állítólag ez a kormányzat éppen most véd meg a homoszexuális propagandától, de közben nem védi meg a gyermekeinket. Ettől az őrülettől. És azt már csak mellékesen teszem hozzá, hogy döbbenten néztem, amikor alá kellett volna írnom a lányom iskolai papírját, és az volt ráírva nálunk Szegeden, a legnagyobb lányom, aki most megy középiskolába, hogy ott kell aláírnom, ahol az van odaírva, hogy szülő 1, szülő 2. Ez ma 2021. szeptemberének Magyarországa, amikor állítólag a Fidesz kormány megvédi a gyermekeinket. Én nem vagyok szülő 1, nem vagyok szülő 2, édesapa vagyok. És a gyerekeimet és a magyar gyermekeket minden ilyen támadástól meg fogjuk védeni. Vajon mit tehetünk most szeptemberben? Fontos ez a kérdés is, hiszen önök ti megint a szabadidőtöket, drága szabadidőtöket áldoztátok arra, hogy ide eljöjjetek, nem buszokkal, bár szerettük volna, de szinte mindenki magától jött. Mindenki azért jött el ide,
mert gondolkodó magyar. És azért áldoztátok a hétvégéteket arra, hogy tegyünk valamit, mert nyilvánvalóan eredményeket is szeretnénk elérni. Láttunk kell azt, hogy bármennyire is megpróbálják a cenzúrával elhallgatni az igazságot, mégis elértük azt, hogy egyelőre bizonytalan időre elhalasztották azt a tragédiát, amely még pont nem hiányozna a magyar egészségügynek. Hogy elzavarják azokat az egészségügyi dolgozókat, akik nem akarják kitenni magukat ennek a kísérleti vakcinának. Akik azt mondják, hogy például, mint én magam, hogy átestünk rajta valamin, valamit tapasztaltunk, és köszönjük szépen, ennyi elég volt, nem kérünk a vakcinából. Főleg, amikor látom a környezetemben, hogy vannak, akiknek súlyosabb mellékhatást okozott a vakcina, mint nekem ez a labor, vagy nem tudom milyen vírus. Egyelőre a kormányt meghátrálásra tudtuk kényszeríteni. És igen, ehhez politikai párt kell. Azt kell látnotok, 26 év politikai küzdelem után mondom ezt nektek, hogy amikor civil téren, az utcán sokszor harcolva küzdöttem a kormány és az ellen, a nemzetközi pénzhatalom ellen, amely most is megpróbálja maga javára fordítani a helyzetet, láttam azt, hogy hogyan packáztak velünk, hogyan folyt a macska-egér játék velünk, és lehettünk akár 10 000-en is. Egyetlen egy olyan lehetőség, metódus van, amellyel be tudunk avatkozni ezekbe a folyamatokba. És az pedig az, hogy politikai párták közösségé váltunk. Mindenki tudja, aki ma itt jelen van, hogy ezt kényszerből tettük. Én magam kényszerpártelnök vagyok. Nem erre készültem. 26 éven át nem erről szólt az életem, hanem az utcai harcról. Ellentétben azzal az Orbán Viktorral, aki erre hivatkozik, de annyira nem néz ki utcai harcosnak mostanában. Nekünk 6-7 hónap múlva óriási meglepetést kell okoznunk a választásokon. Tudom, hogy ez nehéz ügy. Tudom, hogy milyen erőkkel állunk szemben. De az elmúlt évek alatt és az elmúlt évtizedek alatt annyi csodaszámba eső esemény történt már velünk, hogy elkezdtem hinni a csodákban. Nekünk megint csodát kell tennünk. Nem Torockai Lászlónak, nem Dúró Dórának, hanem nekünk együtt, közösen. Ezt kell megértenetek. De lesz 6-7 nehéz hónapunk. Mindenféleképpen nehéz lesz. Nehéz lesz, mert jön a Delta, Lambda, és nem tudjuk még milyen variáns. 4., 5., 6., 7. hullám lesz a választásokig. Nehéz lesz. Mindenkinek nehéz lesz, mert ez a hatalom, akár ez a magyarországi, amely kicsiben, lokálisan itt a Kárpát-medencében hasonló rendszert igyekszik kiépíteni, mint az a nemzetközi nagyhatalom, amely ellen állítólag harcol, de ennek az ügynek a mentén látjuk, hogy ez nem valódi harc, mindent meg fog tenni a magyarországi és a nemzetközi hatalom is, hogy megakadályozzon minket abban, hogy elérjük a céljainkat. Nem tudnak! És ez alatt a 6-7 hónap alatt brutális, újabb károkat fognak okozni még Magyarországnak, a magyar gazdaságnak, a magyar embereknek, az egészségünknek, mindennek. Kérdés tehát, hogy mi az, amit tehetünk? Hát például küzdünk, harcolunk, összefogunk, ahogy azt az előbb hallottátok, félretesszük mindenféle ellentétünket, vagy akár szimpátiánkat, ha közös a cél, és törünk előre az úton. Ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy soha ne higgyétek el,
hogyha például most hazamentek, és azt látjátok, hogy az egész ország nem tud arról, hogy itt voltunk a miniszterelnök hivatal előtt, mert tudtok arról, hogy valójában ti viszitek tovább a hírt. És nem kell ide egyetlen egy tévékamera sem ehhez. Az előttünk álló 6 hónapban pedig fokoznunk kell a nyomást. Fokoznunk kell a nyomást a kormányra. Mert amit eddig tettünk, azt is láttatok kell, hogy hozott eredményeket. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy amikor idén március 15-én minden tiltás és elhallgatás ellenére kimentünk, halálra ijeszgettek minket. Azt mondták, mind meghalunk, ha kimegyünk az utcára. Senki sem fordult még hozzám, pedig naponta több száz e-mailt kapok. Senki sem fordult még hozzám azzal, március 15-e óta, hogy ott elkapta volna a koronavírust, amikor mi ott voltunk. Amit kaptunk, körülbelül 20 millió forint büntetést ettől a kormánytól, amely állítólag a magyar embereket védi. De azt is látta általunk Magyarország népe, hogy miközben totális lezárás volt, miközben megindultak a tömeges oltások, ennek az úgynevezett koronavírusnak a mutatói meredeken emelkedtek. Amikor a nyomásunkra, a folyamatos tüntetésekre, hiszen Csongrádon is kaptam azért néhány büntető csekket, ott is tüntettünk, most már van 3-4 millió körülbelül a nyakamba, még nem fizettem ki, hát majd üldözzenek, ahogy szokták, de a hetekig, hónapokig tartó ellenállásunknak következtében kinyitották az országot, és lásd csodát, eltűnt a vírus. És mondjatok el még egy hírt a mai napról mindenkinek, akivel találkoztok ma, holnap, holnap után, jövő héten. Mondjátok el azt, hogy óriási léket kapott ez a globális hatalom, mert tegnap előtt egy újabb ország, ezúttal Svédország jelentette be azt, hogy megtiltja izraeli állampolgároknak a beutazást. Müller Cecília, Rusvai Miklós és az Orbán kormány valamennyi intézkedése közül ezt az egyet biztosan tudom mondani, hogy támogatná a Mi Hazánk mozgalom. Ez az egy, amit nem fogunk ellenezni. Várjuk, hogy az Orbán kormány hozza meg ugyanezt az intézkedést. Tiltsa meg a világ legjobban átoltott országának, Bill Gates minta államának, ahol mindenkit Pfizerrel oltottak be. Tiltsa meg a koronavírus terjesztésére hivatkozva a beutazás Magyarországra. Várjuk az Orbán kormánytól ezt az intézkedést! Bár ehhez nyilván Köves Lomónak is lesz majd néhány szava. És ez a jelenlegi intézkedés azért is példaértékű, mert az a Svédország tiltotta be a világ legjobban átoltott, egyik legjobban átoltott Pfizer mintaállamának, állampolgárjának a beutazást koronavírus terjesztésre hivatkozva, amely országot a legtöbb kritika érte a nyitáspártisága miatt. Valami itt nem stimmel, kedves magyar honfitársaim. Fel kell tehát nyitnunk a magyarok szemeit. Nekünk pedig politikai pártként a parlamentben, és veletek együtt a parlament falain kívül is folytatnunk kell az ellenállást. Ez a legfontosabb, mert ha csak azt tudjuk elérni, amit ma elértünk, hogy elhalasztják az egészségügyi dolgozók számára az egyébként a magyar egészségügy totális összeomlását okozó tragédiát, akkor már elértünk valamit. Azzal, hogy kimertünk jönni az utcára a legnagyobb tiltások közepette is.
és már csak 6-7 hónapot kell kibírnunk. 6-7 hónapot. De mi van akkor, ha óriási csodát okozva elérjük azt, hogy jövő áprilistól a Mi Hazánk mozgalom nélkül nem tud Magyarországon kormányzat a magyarság, a magyar nép ellenében törvényeket hozni. Tehát magyarán meg tudunk akadályozni minden katasztrófát okozó intézkedést. Mi lesz akkor, ha kivívjuk ezt a győzelmet az önök a ti segítségetekkel? Mit tudunk tenni, hiszen addigra óriási károkat fognak okozni. Azért emeltem ki a mai beszédemben a gyermekek oltását, mert talán ott kell, vagy kellene mindenkinek Magyarországon a legnagyobb ellenállást kifejtenie. Mert ha csak egy ezreléknyi esély van arra, amit rengeteg orvos, vagy akár egészségügyi szakdolgozó mond nekem, hogy ő nem oltatja be a gyermekét, mert szeretne unokákat, ha csak egy ezreléknyi van ebben, amit ők gondolnak, ha csak ennyi esély van arra, hogy igazuk van, az a legnagyobb tragédia, ami történhet velünk, magyarokkal. Mert ahogy pont az Orbán kormány szokta mondani, ha lecserélik a lakosságot, ha itt nem magyar emberek fognak élni, hanem bangladesiek, akkor itt Banglades lesz. Akkor nem ilyen szép épületek környezetében fog ülni majd a miniszterelnök, hanem mint ahogy Bangladesben ül a kormány. Azt már nem lehet utána megváltoztatni, ha nem lesznek magyar gyermekek. Ezért ott kell a legnagyobb ellenállást tanúsítanunk. Ha kell az iskoláknál, ha kell az oktatási intézményeknél is, meg kell jelennünk mostantól. Az a gazdasági, pénzügyi katasztrófa, ami célja a Klaus Schwab féle dúsgazdag embereknek, az menthető. Az visszafordítható. Csak olyan kormányzat kell, amely kellőképpen bátor, és amely nem szavakban folytat szabadságharcot. Ugyanis nekünk Magyarországon, Európában és talán a világon is elsőként volt egy javaslatunk, amit ma már itt hallhattatok, mégpedig a járvány szolidaritási adó kivetése a koronavírus őrület haszonélvezőire. Mert miközben emberek 10 milliói elszegényednek és tönkre mennek, egy szűk réteg hatalmasabbá és gazdagabbá válik, mint valaha. De ez visszafordítható. Egy bátor, mindenre elszánt kormány esetében, amely nem fél attól, hogy független, önálló Magyarországot teremtsen, és amely ténylegesen a nagyhatalmak között akar egyensúlyozni, nem úgy, mint ahogy jelenleg az Orbán kormány teszi, amely az új világrend kialakítására egyetlen választ adott, aláfekszik Kínának. Annak a Kínának, amellyel kapcsolatban az itt ülő, ma éppen nem, de minden nap itt ülő Orbán Viktor miniszterelnök azt találta mondani egy interjúban, hogy azért jobb mostantól kínai gyarmattá válni az eddigi gyarmattartóinkat, akár újakkal kiegészíteni, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, mert aki elhiszi, hogy valódi harc folyik a baloldal vagy balliberális oldal és a Fidesz között, az talán elhiszi azt, hogy valódi harc folyik most a koronavírus kapcsán Kína és a Nyugat között. Azoknak pedig azt mondjátok el, hogy a kínai befektetések túlnyomó többsége a Rothschild bankházon keresztül valósul meg Európában. Csak ennyit mondjatok el neki. És ez a magát nemzetinek hirdető kormány, Szijjártó Péter külügyminiszter Párizsban, a legnagyobb lezárások kellős közepén, a legnagyobb koronavírus őrület elindításának közepén éppen most találta fontosnak, hogy zárt ajtók mögött a Rothschild bankház képviselőjével tárgyaljon, és ezt még a saját Facebook oldalán dicsekedve meg is osztotta.
üzenem Orbán Viktornak, hogy borzasztóan tévúton jár. Amikor azt mondja, hogy az régi gyarmattartókat az új kínai gyarmattartóval kiegészítve majd jobb lesz nekünk, mert Kína nem szól bele abba, hogy hogyan viselkedjünk, akkor azt gondolom, hogy eljött az idő arra, hogy a Gyurcsány takarodj. Jelszavunkat kiegészítsük azzal, hogy Orbán takarodj. Aki esetleg szeretne plusz információkat, hogy amikor majd ezeket a mondataimat továbbadja honfitársainak, akik ma nem lehetnek itt, vagy nincsenek itt, csak annyit tegyen ehhez hozzá, hogy kérdezze meg azokat a népeket bárki, akik már élvezhetik a kínai gyarmattartást. Kérdezzék meg az ujgurokat, kérdezzék meg a tibetieket, hogy mennyire szól bele a kínai kommunista párt a mindennapjaikba. Mennyibe szól bele abba, hogy hogyan viselkedjenek. Ilyen kezekben van ma Magyarország. Egy ilyen miniszterelnök kezében vagyunk. Azt kell látnunk, hogy amennyiben Gyurcsány Ferenc a nem tudom hány Pfizer oltás ellenére most túléli a koronavírust, és ők alakítanak kormányt, a helyzet nem fog javulni. A helyzet még rosszabb lesz. És öles léptekkel haladunk abba az irányba, hogy újra, mint 2006-ban ki kell vonulnunk az utcákra, és ha kell, akkor a barikádokra is. Ugyanis, hogyha a demokratikus választásokon nem tudjuk a céljainkat 6 hónap múlva elérni és kivívni, nincs még 4 év erre a színjátékra, amit a jelenlegi parlamenti frakcióval rendelkező pártok művelnek a parlamentben. Lehetett azt mondani 1996-ban, amikor itt Budapesten tüntettünk az akkori kormányzat ellen, talán éppen Horn kormánynak nevezték az akkori nemzetáruló bandát, lehetett azt mondani, hogy ugyan a 24. órában vagyunk, de talán még van egy 25. a magyarságnak. Mert még itt vagyunk és élünk, és létezünk, és a magyarság még mindig sok európai hazafi számára példamutató. Minden elnyomás ellenére még ilyen helyzetben vagyunk. Csak hogy 1996-ban, aztán 2006-ban, amikor újra az utcákra kellett vonulnom honfitársaimmal, akkor nem volt ez az őrület. Ez a pandémia a második világháború óta nem tapasztalt kiárási tilalom, lezárások, korlátozások, diktatúra. Nincs tovább, nincs hova hátrálnunk. Ezért kérlek arra benneteket, hogy vigyétek a mai nap hírét. Legyetek ti a média helyett a hírközlők, hívjátok fel minden magyar honfitársunk figyelmét arra, hogy milyen cenzúra éri ezt a demonstrációt, ezt a témát, milyen összefogás, milyen együttműködés, milyen kooperáció van a Fidesz és a balliberálisok között, akár az oltások, akár a koronavírus, akár az új világrend kapcsán. És mondjátok el mindenkinek, hogyha ezt a hírt továbbadják, a magyar ember olyan, hogy nagyon türelmes, de ha felnyílt a szeme, akkor az Úristen nem fog kegyelmezni azoknak, akik most el akarják venni a jövőnket. Tisztelt magyar testvéreim, tehát a legfontosabb feladat. Mi vagyunk a hírvivők, szükség van újra az ellenállásra. Az első, a gyermekeink védelme, nem kísérleti nyulak a gyermekeink. A magyar jövővel senki sem játszhat. A következő, 6 hónap múlva a választásokon van egy olyan politikai erő,
amely tényleges változást hozna Magyarország életébe, és azt Mi Hazánk mozgalomnak nevezik, és ha ez itt tovább folytatódik, akkor pedig nincs hova hátránunk. Akár arra is készen állunk, hogy a barikádokon folytassuk, nem magunkért, a gyermekeinkért, a jövőnkért. Független Magyarországot, szuverén, szabad Magyarországot akarunk, adót a koronavírus haszonélvezőire, adót az oltások haszonélvezőire, meg kell adóztatni a multikat, a gyógyszeripart, a vakcinagyártókat, a kaszinó tulajdonosokat, legyenek akár magyarországi, belföldi haszonélvezők, akár nemzetközi haszonélvezők, még a Microsoftnak is van Budapesten egyébként leányvállalata. Fizessenek ők, adózzanak ők, és abból állítsuk helyre azokat a károkat, amiket eddig okozott a kormányzat az elhibázott intézkedéseivel. Ilyen egyszerű, van tehát megoldás, ez az üzenetünk, csak harcolni, küzdeni, dolgozni kell érte. Köszönöm, hogy ezt ma is megtettétek, hogy eljöttetek ide. Fel a győzelemre!